Sziasztok! Kemény menet volt, rossz hívre szálltam, nem jött a busz, szóval megszenvedtem ezért, hogy ide érjek, de itt vagyok Szentendrén, és hát újfent egy brutális gitároshoz jövök, hogy megnézzem, hogy hol alkot, hol dolgozik, milyen hangszerei vannak, milyen progit használ, hogy szokott gyakorolni. Mindenre kíváncsi vagyok, hát lelövöm, Cifra Mikihez jövök, úgyhogy remélem jó helyen vagyok. Várjatok. Ide brutálisan becsengetek. Yes. Megszólalt a csengő. Yes, today. Várjál, mert közben még itt elütnek. Jó. Megvárjuk. Lehet sikert. Csőzet vibe-ok. Hello. Miki. Hello. Örülök. Nagyon menő helyen laksz. Jövök. Erre lesz a bejára. Fönn találkozunk. Hogy jöjjek be így. Macsesz, gyere nyugodtan. Jaj, kis macska. Hogyne, kettő is van. Csőzetek kis macskák. Fölfelé? Vagy csak nyugodtan a cipőt, persze, fönt leszünk, így van. Akkor vezetsz? Ja, gyere okay. Nyugodtan. Fönn van a kis zeneszobám, menj előre, majd van lenne egy kis szüterén. Lesz majd berendezve a későbbiekben. De addig is. Pár zöld. És akkor itt van yes, today. A Magic. Várjatok. Ez igen, itt szokott a... És hát a sporteszközök nagyon jó. Igen, hát időnként, amikor időm engedi, akkor szoktam egy kicsit edzegetni. Hú, na jó, várjatok, ezen majd végigmegyünk egyesével, de nagyjából így néz ki, nagyon menő. Csinálok egy kis fényt. Az jó, az jó. Van itt minden. Na jól van, szerintem kezdjünk ja. Bele. Most már aztán tényleg letelepettünk. Nagyon menő a szoba, most még egyszer meg kell, hogy jegyezzem. Figyelj, hát az lesz, amit így nagyjából felvázoltam neked, hogy arra vagyok kíváncsi, hogy mind gyakorolsz, hogy gyakorolsz, mi történik akkor, amikor csak így leülsz ide, és azt mondod, hogy na most akkor gitározok egy picit, mit raksz be, milyen progi rakod be, milyen géped van, brutális cuccaid vannak, mindenről mesélj egy picit. Persze, persze, kezdjük is akkor. Hát amikor leülök, itt van nekem egy Fractal XFX 3-as multi effektem, általában ugye ez a main effektem. Ezt viszed a rendes nagy bulikba is? Ezt szoktam vinni a bulikba is, és hát ugye látod is, hogy ilyen hortáskában van, ez azért jó, mert ugye akkor ugye ötszer cipzározom, és akkor viszem magammal, de hát ugye cserébe itt mindent ugye szét kell ugye húzogatnom, ezt a részét nagyon nem szeretem. Gondolom. Ugye utána visszarakni a kis keverőt, bedugni újból a hangkártyát. De szándékosan de... azért csinálod ezt, hogy azokon a szandokon tud gyakorolni, amin a bulin is játszol. Ez nekem nagyon fontos, aha. Hogy mindig ugye az a szandó legyen itthon is, amit ugye a nagy bulikon használok, mert ugye az kizökkenti az embert, hogyha más a torzítás szövete. És de hogy itt a hangfalak, az csak lehallgatásra van, és fülessel csapatod, vagy? Hát amikor tanítok, akkor fülessel tanítok, aha. Az egy ilyen régi ilyen JVC, még fateromtól nyúltam le szerintem pár éve, ez egy 79-es JVC füles, de ezzel szoktam ugye így Skype-on tanítani, de amikor szandokat lövök be, akkor leginkább ezzel a két Yamaha HS80-asokkal. Ez még a 80 képzel, de itt még lehetett állítani, azaz még lehet állítani a basszust. Tényleg? A kiemelést. Ez úgy, akkor már nincs ilyen. Fúzos. Nagyon szeretem, ugye ezek rohadt jók gitár lehallgatásra is, meg hát nyilván, hogyha az ember úgy, most én nem szoktam itthon így kevergetni, de azt rábízom ugye szakemberre. De azért kapok egy képet arról, hogy fog majd szólni, ugye, hogyha ezt elküldöm. Egyébként a kis József szokott nekem mindig ugye keverni, igen, a Nova Prospectból a Jocó. Aha. És akkor ugye... És akkor rendesen elkülön. Például mondjuk a Leander Kills-ben is csapatod most, az a főzenekar kb. Mondhatjuk. Így van, az a főzenekar, ugye Leanderrel már 2015 óta vagyunk a Leander Kills-ben, én voltam ugye az első zenésztársa ott, ugye amikor felosztott a Rising, akkor hát egy ilyen, úgymond ilyen szóló... Itt a kis cica, bocsánat, csak szólóban folytatta tovább, és akkor... De aztán végül kialakult a kép, hogy mégiscsak zenekart akar maga köré, és akkor én voltam az első gitáros. Ugye, de mellettem, csak mert, azt akarom kérdezni, hogyha mondjuk oda föl kell venni valamit, akkor az itt történik? Átküldi a sávokat, aha.
És akkor így van, én akkor a kész gitársávokat meg visszaküldöm neki. Egy ilyenbe bele tudunk majd nézni, hogy ez egy ilyen folyamat, az, hogy zajlik. Hogyne. Jó, még mielőtt, milyen rendszert használsz? Hát úgy látom, hogy nem Mac, ez így nyilván ez egy PC. Igen. Nem a mostani generáció, aztán nem is tudom, hányadik generációnál tartunk, aztán még a negyedik generációs PC, de elég erős gép ahhoz képest, mert arra, mire nekem kell a bőven. És milyen progéjaid vannak? Hát Cubase 5-öt használok, de most a Cubase 7-et is elkezdtem. Aha. És akkor ugye az már rendesen 64 bites. Ugye, és akkor azt nem csak 4 gigát lát ugye a memóriából, hanem már 8 giga fölött is. Fogalmam és akkor sincs. Ugye több mindent lehet használni egyszerre, több VST-t, mert nem szagad be a rendszer, nem szakadozik meg, úgyhogy, de egyébként nekem a Cubase 5 is bőven elég, ugye legtöbbször ugye gitársávokat szoktam. Megnézzünk egy legutolsó bármit, amit felvettél? Jó, nézzünk. Nagyon kíváncsi vagyok. Közben itt azért mutogatom az asztalkát. Egyébként egy nagyon rendszerető emberke vagy, én úgy veszem észre. Most neked. Igen. Neked most nagyon gyönyörűen összetettem. Gyönyörű minden. De amúgy azért persze próbálok ugye rendet tartani, nem mindig sikerül, mert ugye rohanok mindig. Mindig rohanásban. Igen? Van, persze. Hát az a legjobb. Úgyhogy nem is tudom, hogy mit lehetne itt hirtelen. Hát, mit tudom én, mondjuk, hogy egy Poison Elvidal. És akkor azt be kell kapcsolni. Hoppá! Bocsánat. Yeah. Ráléptem itt a vezetékre. Jó, itt több hangkártyát is használok. Én akkor vissza kell állítanom a... Itt van egy olyan Roland kapcsolom is. De közben van az XFX-ben is egy hangkártya. És hát itt van egy ilyen macerásan néz ki. Kapcsoljuk itt a Messenger-t, ne kavarjon itt be. Pillanat. Ja. Igen, mert hogy itt van vonaljel is, illetve még azt csináltam, annó még nagyon lelkes voltam, és hát egyszerre vettem két gitárhangot, mert úgy, hogy két különböző ládával. Tehát, hogy bal oldalon szólt egy V30-as láda, jobb oldalon szólt egy másik volt, a T75-ös, mert nagyon belementem részletbe, és plusz még van a jelet is vettem. Úristen, de csak a gitársába bele tudunk hallgatni? Persze. Úgy kis hangerőt adunk rá. És akkor ugye megcsináltam úgy is, hogy ugye csak vonaljel, hogyha mert ugye mindig a jótszor szoktam nekem ezeket keverni, hogy esetleg talál jobb gitárszandot, mert ő is ugye folyamatosan valamint törje az agyát, mindig reampolgat, vannak neki rendes erősítői, ment, amiket ugye így kimikrofonozva reampolgat, és akkor átengedi ezeken. Hát, hogy Ilyen, hogyha a vonaljelet halljuk. És akkor átengedi, mit tudom, egy mezán, vagy egy 51-50-es fejen. És akkor ez meg ugye az XFX-nek a torzítása. Úgyhogy szólt a basszusgitár is. Itt van egy ilyen kis szóló betét. Azt az anyám. Hát ilyesmi. Ez dögen szól, tényleg.
Azt kell, hogy mondjam. És akkor például, de hogy akkor ő itt mire való? Na most ez egy ilyen kis kakuktojás, mert hogy a Zalán, hát a kékői Zalától kaptam kölcsön, mert hogy lesz egy ilyen közös tanítványos koncertünk, és ezeket fogják használni majd a növendékek, mert három darab lesz ebből, aha, és akkor beszerzett ő három darabot, amúgy is ugye ezeket fogják az ő tanítványa használni, aha, az óráin, és akkor beállítunk egy torz, egy szóló, meg egy clean. Jaj, de jó, hát neki. Egyébként ezt így szoktad csinálni, vagy a Line 6-nek a kezelő felületére? Tegnap kezdtem el, megmondom őszintén, ment ezt kicsit úgy kielemezni, de lényegesen egyszerűbb az editáló programjával. Csak egy nagyon röviden egy szandot megpróbálsz, hogy nekünk persze. Belövögetni, nagyon kíváncsi vagyok, hogy csinálod. Sőt, közben eszembe jutott az is, hogy lehet ilyen AB teszteket is csinálni mondjuk az XFX vagy a Line 6-szel. Megnézhetünk egy olyat is. Jó, de kezdjük először ezzel. Ja, na, és akkor várjál, hogyha már szóba kerülnek a gityók, akkor hogyha hazajössz és az van, hogy leülsz, akkor ja, melyiket kapod először kézbe? Hát... ott van meg felsorakozva. Most már csak ibanezed van, vagy te mindig is csak ibanezes voltál? Mindig is ibanezes voltam, de hál' Istennek 2017-ben az a megtiszteltetésért, hogy ibanezen dolgozó yes lettem. Így egy álom vált falóra, úgyhogy azóta nyilván csak ibanez. És mit vannak itt? Nézzük csak meg. Oké, és nézzük. Hát amikor hazajövök, akkor valamiért mindig ezt az RG-t szoktam kézhez venni. Valamiért még mindig a 6 húrosok az, amik nekem a... Aha. Ez egy RG... Hány ez? Ez egy RG 350-es. 350. De igen, ez egy tremoló. Ez japán? Nem japán, de ugyanaz a felszerelés, aha, van benne. Mert egy tremoló, Dimazio Puff Pro-kat raktam bele, ez már ilyen saját kis történet, ugye az Ibanez jamek voltak ilyenek 80-as években. Ja. Pont ezt akartam kérdezni, hogy akkor neked a Steve Vai az lehet, hogy jó, nagy kedvenc volt, igen, hogyne, igen, persze. Tehát ugye a tetoválás is. Oh, yeah. Nagy fan voltam, úgyhogy itt van ugye ez a igen sárga jam is. Imádtam. Úgyhogy hát ezt a Quixotic-ban szoktam használni, aha, ugye ott meg ugye pont, hogy erre a sztájra van szükség. Igen. Ezekre a neonsárga. Tehát akkor őt kapod kézbe, de mondjuk a többit azt mire használod? Vannak itt 7 húrosok is, hogyha jól látom. Így van. Menjünk akkor is sorba. Hát akkor ne hagyjuk ki ezt a kis picikét. Ja, ez a fiamnak a mikro gitárja. Hát megvettem neki, berendeltem az Ibaneztől, de hát nem használja. De majd egyszer. Persze. Tehát Paul Gilbertet láttuk ilyenen, már sokszor ja, játszott. Igen, mostanában ezeket használja, igen, mert olyan fekvéseket, vagy olyan újraéleket használ, ami ilyen igen nagyon széles. És akkor ezzel bünteti magát, hogy ilyen nagyon szélesen fogja ugye ezeket a fekvéseket. Igen. Hát ugye ez az első ilyen. Akkor van ez. Ez egy RG752-es, ezt is a Quixotic-ban szoktam használni. Az a sárga gitáros zenekarod. Igen, ez nem a sárgább. És hát ugye... Hát de szép ez. Ja, nagyon gyönyörű ez a modern szemes jávor fogólap, ez zseniális. Hát ennek van egy sztória, én hülye. Hát a próbateremben volt, benne volt a tokjában, ugye a földön, és húztam ki a jack dugót az erősítőből, aha, és véletlenül neki pattant, és benyomta egy helyen. Én meg olyan típus vagyok, hogy ezeket én nehezen viselem egy hangszeren, de nehezen engedem el, és hát elindítottam a lavinát azzal, ugye, hogy hát elvittem egy hangszerészhez, de hát ő se tudta, ugye, hogy ennek milyen a festése, igen, és kiszedte belőle, képzeld el ezt a neonsárga polírozást, aha, vagy ezt a festéket, és hát utána egy autószerelő, vagy bocsánat, nem autófényező ismerősöm csinálta meg úgy, ahogy, de hát ez már sajnos... De nem annyira látszik. Nem annyira látszik, de azért... Nem tudom, hogy kamera lehet, hogy nem is látszik. Hát ebből az a tanulság, hogy el kell engedni ezeket a kisebb sérüléseket a gitár, nem kell vele foglalkozni, úgyhogy, de azért meg tudtuk úgymond menteni. Nem tudom, akkor ezt ugye a Quixotic-ban használom. Ez meg a Leander Killsben, ez a fő gitár. De menő. És akkor ez egy... Ja igen, ez basswood test, aha, ez pedig kőr is. Yeah. Gyönyörű.
És ez mi? Hát ilyen van egyébként a petának is, csak ugye ez a, azt hiszem, ilyen zöldes-kékes. Aha, tudom, szemdöztös, hogy... De ez RG mi ez? Ez RG 752 AHM, és akkor ez a, nem tudom, ez a fehér színű, hogy ilyen antique white, azt hiszem, ez volt hogy a, az elnevezés, és akkor dimárziókat, hát általában dimárziókat szoktam használni, nekem az a bevált hangszedőm. Ennyi, hát két hangszedős, ugye ez ötállás a kapcsoló. Persze, oké, okay. És még ilyen. Az utolsó, micsoda? Ő egy teljesen más. Na, ez egy új szerzemény. Ezt nemrég rendeltem, igen, és Fishman, ez a Fluence hangszedők vannak benne, és akkor ebben elvileg ugye két hát opció van, ez a modern, meg van a klasszik. Aha. Hát mind a kettő inkább ez a brutál. De mindegyik, gitárod ilyen brutál tremolóval van, ez pedig fix. Igen, hát ezt használom a Poison Alley-ben, mert ott nem szoktam tremolót használni. Yeah. És ez drop C-re le van engedve. Yeah. És akkor ez inkább ilyen metálosabb, mert ezt is inkább ilyen metálosabb dolgokra használom. De jó volt, hogy ilyet rendeltem be, mert hogy mondom, eddig csak dimárzió hangszedőket használtam, és ez egy kis frissítés nekem. Zseni. Oké, akkor vegyük elő a főgitárt, amit egyébként is... Várj, még, ja, még vannak még itt, így van, hangszerek. Ezek is... csak ezeket már inkább csak van. Ilyen... Így van, ezek ilyen ünnepi hangszerek szoktak lenni. Koruknál vagy értéküknél fogva? Mindkettő. Mindkettő? Ez egy... Nem mutatom. Hát... Igen, ez egy 2000-es Ibanez Universe, 777 Steel My gitár. Igen. És ez már, nem is tudom, azt már negyedik ilyen gitárom. Tényleg? Mindig van ilyen hülyeség, hogy valami el akarom őket adni. És aztán ugye akinek eladtam, az már ugye nem akarja nekem visszaadni, tudod? Milyen érdekes. És akkor mindig találok jó díleket az eBay-en. Aha. Ez például Olaszországból jött, ez egy 2000-es. Nagyon menő. Ki tudod venni azért? Hogyne. Hát igen. Ez gyönyörű, ez rendben van. Imádom ezt a tigris csíkos ilyen fejet. Hát ezt nagyon szerettem. Yeah. Ez nem mondom, inkább ez már ilyen gyűjtői darab. Igen. Ezt ritkábban szoktam ugye használgatni. És van még egy, az meg tényleg ilyen ünnepi hangszer. Az meg itt van. Ja, ez a... Wow. Atya úristen! Jó, ez meg egy RG 5320, ha jól tudom. Atya úristen. Ezt is tavaly rendeltem. És ez is egy olyan szép kis japán hangszer. És ebbe is fishmenek vannak. Ez nagyon brutkon néz ki. Gyönyörű ilyen binding. Igen. Berakás. Nem olyan gyorsan, bocsánat. Ez tényleg nagyon brutális, de itt is megy végig a nyakon. Így van, és ezek fluoreszkálnak a sötétben. Tényleg? A berakások így van, ez tök jó színpadon egyébként. Azám, mennyibe kerül egy ilyen gitár? Hát ez 750-60 ezer forint környékén, majd jól tudom. Hát ez már derék. Igen, ezt is nagyon-nagyon óvon féltem, úgyhogy inkább ezek ilyen tokban tartósak egyelőre, de nyilván majd aztán úgyis lesz helye. Hát előbb-utóbb azért csak. Ja, megtaláljuk a helyét. Persze. Van, a zenekarban így van. Úgyhogy ezek, meg még van egy akusztikus gitárom, de hát azt nagyon ritkán használom, nem nagyon szoktam a persze, hát rocker, gitározni. Hát viccelek. Igen, akkor előkapjuk a persze. Főgityót, és akkor megmutatsz egy ilyen szant felépítés, vagy egy gyakorlás szerű dolgot, hogy az hogy zajlik. Ja, jó legyen ez. Ez teljesen jó, persze. Oké. Okay. Erre. Ja igen, nekem ez a bevált pengetőm. Jazz 3XL? Jazz 3XL. A 3-assal indítottam, de az mindig kiesett a kezemből koncerteken. És ez egy ilyen arany középnek. És a húrok egyébként? Az...
Hát csalókkal, mert hogy Örniból dobozban vannak a Dan Dario szettek. Jaha. Nagyon sokáig Örnibolt használtam, de egy hét után teljesen leamortizáltam őket, mert elég ilyen izzadós savas a kémhatás az ujjaimnak. És a Dan Dario valahogy jobb. És hanyas? Ja igen, hát többféle van. Ugye a standard az olyan, hogyha normál hangolásban vagyok, ugye az 942-es. Sima 9-es, ha. Akkor ezeken a kiuszes gitárokon az úgy van, hogy ilyen hibrid készletet használok, hogy az alja az 10-es készlet, mert az 46-os, és a teteje pedig 9-es. Igen. Hogy a nyújtások sokkal puhábbak legyenek. És akkor külön veszek még húrt, 68-as húrokat. De tényleg, az mi szól neked? Az mi az? Az ház szokott lenni, de... Drop ass. Így van. Mert ugye ez ledroppoljuk, mert hogy innen ez hangolás, ugye 6 húr. Igen. És akkor ugye még ugye ez lenne, hogyha normálban lennénk, ugye akkor ez a drop A, és akkor még egy félen lejjebb dobjuk. Igen, és akkor a drop C-hez meg 1052-est használok. Ment a másik gitárhoz, mert ez a háromfajta húrkészlet szokott lenni. Amiket ugye egybe rendelek. Így van, úgyhogy inkább a Dan Dario az, ami nekem bevált. Na és akkor itt már bejött ugye a Line 6-nek, ez egy sima podgó. Egy sima podgó, de beszarás egyébként. Mert hogy én nekem nagyon bejött. Most így tegnap egy picit ugye tesztelgettem. Átlag felhasználásra szerintem tökéletes választás, aki nem akar túl sok effektet használni, vagy túl sok kütyüt benne, szerintem annak. Na és akkor csak megmutatod, hogy milyen erősítőket használsz, mondjuk, vagy hogy állítasz egy szandot össze. Igen, és akkor... Oké. Hát akkor kezdjük el. Ugye itt az editáló programja a podnak. Nagyon átlátható, nagyon egyszerű, és gyárilag csak 10 lehetőséged van a láncban. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, én nem mondtam hülyeséget, jó? Mindenképpen egy torzító pedállal szoktam kezdeni, és akkor abból is, most itt megnézzük, szépen mutatja itt a lehetőségeket, tök jó egyébként, ahogy megcsinálták. És akkor én ezt a Tube Screamer szoktam használni, de ebben valamiért jobban tetszett ez a overdrive, de nézzük először ezzel. Ja. És akkor én a gate-t teljesen vissza szoktam húzni. Igen, ez tipik Tube Screamer. És akkor itt az erősítőket nézzük meg. Hát, én tegnap ezt lőttem be. Saját ilyen impulse response-okat, vagy beépítettek? Nézzük először a sajátjait. Mondjuk, hát kezdjük innen. 4x12-eseket szoktam általában használni. Csak ez valamiért most kicsit sül a zsír. Na nézzük meg, hogy mi itt a probléma. Nem tudom még, de most rá kell jönni. Jó. Megvan. Az volt, kérlek szépen, hogy túl volt tolva itt a hangerő. Aha. Tehát reggel, amikor itt valószínűleg takarítottam le a cuccokat, túlnyomtam itt ugye a hangerőt, és olyan hangja volt, tudod, mint amikor nincs rajta a kabinet szimuláció. Na hát itt van, tessék. Akkor kezdjük is. Azt hiszem, ez egy high-wattnak a ládája. Aha. Ki szoktam választani az, ami nekem ugye a legszimpatikusabb. De azt vettem észre, ami gyárilag így megvan adva, az nem a legjobb. Még ez nem rossz, ez az Uber V30-as. Szóval így szokott kinézni, mert hogy egy torzító pedál, egy erősítő, ugye és az erősítőnél, mert itt van ez. Az erősítőnél ugye kicsit jobban kinyomod a drive-ot.
hogy inkább a, ugye annak a torzítási szövete legyen dominánsabb. Aha. És ugye a torzító pedál meg egy picit leveszi azokat az alul frekvenciákat, mert a mély tartomány, tehát kiküli belőle azokat, amitől kicsit ilyen orvosabb, tehát mélyel telébb hangot ad. Sokkal kezelhetőbb a gitár. Aha. És hát nyilván inkább ugye a ritmusra vannak, igen. És szólóra általában ugye nyilván egy zengetőt, meg egy delayt szoktam használni. Tehát általában ezek azok, amik így... Fullos, és beraksz mondjuk egy alapot, olyat szoktál csinálni, hogy felmész YouTube-ra, vagy mit tudom én, és akkor... Ja! Nagy ritkán, de azt inkább a tanítványokkal szoktuk. Igen, ugye, de hogy... amikor te csak leülsz gyakorolni, az hogy néz ki? Hát nagyon ritkán van ilyen. Megőrülök, mindenki ezt mondja. Azért, mert hogy egész nap tanítok. Hát de jó, de hát és akkor... A srácokkal szoktam gyakorolni, őszintén. Én, amikor leülök, akkor már célirányosan dalokat találok ki. Tényleg? Persze. Mert hogy akkor már inkább ötletelés van. Aha. Tehát a skálázás, új gyakorlatozás az így napközben a tanítványokra szokott lenni, nyilván, hogy te is szoktad csinálni. De úgy én nem szoktam leülni. Nagyon-nagyon ritkán, hogy van olyan, hogy ilyen bekintrekre nekem. Tényleg, csak úgy szórakozni nem szoktál? A saját alapjaimra szoktam. Akkor megnézzünk egy ilyet, mert én erre vagyok simán. Kíváncsi. Hogyne. Tök menő. És most akkor készül egyébként valami ilyen zeneírási fronton? Pont ezt akartam mondani, hogy most kezdem a saját kis instrumentális albumot. És ilyen napokban kezdtem el, én is egy ilyen kis alapot, nyilván még nagyon az elején tartok, de hát... Meg az Ibaneznek csináltam most nemrég egy ilyen fekete, ilyen... Sifóz 7-es gitárral egy ilyen kis demót, kb. Olyasmire lehet számítani majd. Tehát, hogy azzal indult így az egész. Aha. Tipikusan olyan vagyok, hogy nekem munkát kell adni. Ja, tehát, hogyha csak határidő, úgy... tudod, mert úgy magamtól nagyon lusta vagyok, és magamtól nem akar elindulni. Aha. Na, nézzünk egy ilyet. Ez már egy ilyen konkrét dal ötletszerűség? Hát, ja. Egy ilyen demo, igen. Hát de játsszál is valami. Ja, várjál, ez még ugye az intro, és akkor ezután fog majd bejönni a szóló. Ja. Mert ugye ez olyan lesz, hogy félig meddig ritmus gitározás is, és akkor utána kezdek majd bele a verzében. Kb. Olyan lesz a felépítése, mint egy normál dalnak, mint hogy egy énekes dal lenne. Hát ez az elképzelése. És akkor itt jön a verze. És akkor erre kéne majd kitalálnom, de még nincs. Dallamot? Persze. Hát, ha most. Nézzünk valamit. Picit ide tudsz majd fordulni, mert... Persze, meg rakunk rá egy kis delayt. Akarom nézni. Meg van egy nagyon jó ear, amit most találtam, inkább azzal. Aha. Ezt majd átküldheted nekem is. Ez jó? Simán. Bármikor. Rengeteg van, több ezer. Nekem is csak egy jó kéne. Delay. Az nekem kell, az inspirál delay. Ez B-ben van, és akkor B-ben ráimprovizálunk most valamit. Nagyon jó. Thank you.
Nyilván ez szépen ki kell majd dolgozni. Hát én most ezen vagyok, hogy... Figyelj, ilyenkor szokott az lenni, hogy én leégetem magam, és megpróbálhatok én is a te gitároddal, a te szandoddal. Hogyne. Csak mert ez nagyon vicces szerintem, hogy mennyire nem sikerül ez nekem általában. És hát valószínűleg most sem fog. Várj, a pengetőt ja, azt azért hoztam. Eleve csak megnézem, eleve 7 húros gitárt ad nekem, tudod, ez lesz az E-húr egyből. Ja. Tehát, hogy szalak. Én is így kezd. Az őrület, hogy milyen vastag itt a nyak. Igen, meg eleinte szokni kell, nagyon puhák a húrok. Picit fölé lehet nyomítani, igen. Most én is sajtra kicsit fölé nyomtam. Ez az őrület. Nem találom itt az oktávokat se. Szép. De itt a H. Azaz. Igen, mi most végül is B, mert ugye fél elejjebb vagyunk, de igen, én is így szoktam értelmezni. Jó, és akkor ez az a, itt H-ba vagyunk? H-moll, H-lápet? H-moll, így van, de... De egy ilyen E-olosabb? Így van. H-moll, nem, természetes moll, mert nincs. Jó, igen. Ez hamis egy picit itt a G-ben. Ja, lehet. Ennyi. Nem, yeah. Össze-vissza megy az intonáció. Ó, basszus, egyik tényleg nagyon érdekes, hogy könnyű rajta játszani, mert könnyű túl húzni az egészet. Ugye 9-es a izé. Igen. Hát figyelj, én megírom az alapot, te felszólózott. Meg is van a izé, a munkabeosztás. És már is nem fogja meghallgatni senki. Dehogy nem. Jobb az, hogyha te... De egyébként meg én nem szoktam 7 húros gitáron játszani, és nem volt egy elviselhetetlenül rossz. Igen, mert érzés. Hogy én szeretem, hogyha lejjebb van a húrmagasság. Igen, ez baromi kényelmes. Ja. Utálom. Ez a szand, ez... Elég ilyen maracskos. Ez maracskos. Azt tudom. De hát... Nagyon bírom, hogy te is használod ezeket az ilyen kis félhangos krazirokat, azokat én is... Nem találok már, én most nem tudom, hogy hol vagyok, miben vagyok. B-moll. Jó, hát ez nem az én gitárom. Annyi van. Hát figyelj, van itt egy 6-os. De hogy is, hát ebben pont ez a poén, hogy a te cuccodon mennyire. Ez egy jó kis hangszer. Ja, egyébként baromi kényelmes. Nagyon fullos, és akkor, tehát hogy még igaziból azt akarnám én itt kérdezgetni, hogy ezúton is elnézést kérek a gitártól, meg mindenkitől, hogy jó játszott. Mik a tervek? Tehát, hogy mi most akkor van ez a lemez, ez úgy van akkor most határidő a szemed előtt, hogy mikorra lesz kész? Hát jó lenne minél előbb egyébként ezt megcsinálni. De ebből szokott az lenni, hogy 10 év múlva. Sajnos. Igen, mert most ugye elindult a klubbulikból már csak egy koncert maradt vissza, egy szegedi buli, az Underkills-el, és ugye kezdődnek olyan nyári fesztiválok, és hát ugye az hál' Istennek rengeteg lesz. Ki kell vagy te most? Ki kell mész ilyen... Hát ugye akkor a főzenekar ugye a Underkills, akkor a másik, ami
ugye most így előtérben van a Quixotic, ez egy szintvé zenekar, ugye 80-as évek zenéit. Ezt meghallgattam amúgy. Kornak a zenéivel. Ugye rengeteg ilyen filmes utalás van, ugye a régi 80-as évek filmjeire. Hát tele van gitárszólókkal, hősi gitárszólókkal. Hál' Istennek. És akkor így vagyunk hárman, bent a Krisztián ugye az, aki megálmodta az egészet. Én gitáros, meg a Baracska írít a szaxofon. Yes. És akkor így hárman. Akkor velük, és akkor velük azért betelik a nyár, meg hogy nem unatkozol ezek szerint, hogyha a koncert ügyi... Így van. Van. Így van, hál' Istennek ugye lesznek koncertek. A Quixotic-kal lesz egy olasz buli is, majd augusztusban. Kedves olasz-magyarok! Úgyhogy hát van a Poison Alley, ugye itt láthatók is az albumok, már bocsánat, nem is az albumok, ezek EP-k. Igen. Vele is, mert az Andrissal csináljuk ketten, a Bödecs Andrissal. Most akarunk megírni egy albumot. Ó, velük is album. Igen. Mert yes. Ketten szoktunk, át szokott jönni hozzám az Andris, és ugyanígy megnyitjuk a projektet. És akkor így csapatjátok. Megírjuk a demót, így van, és akkor mindenki belerakja a sajátját a zenésztársaink. Hát az az igazság, hogy én most már, nem tudom, ez azt hiszem a harmadik ember vagy te ebből a sorozatból, és hát az van, hogy tehát nincsenek itt őrült megfejtések a gitár, tehát hogy akinek mondjuk saját lemeze van, az pont úgy csinálja, hogy én elképzeltem, hogy van egy szobája, vannak normális cuccai, ja. És leül, és gitárlemezt ír. Így van. Megiszom az első kis kávémat reggel, bekapcsolom a metronomot, én így szoktam egyébként, mit tudom én, most 140-es BPM-re akarok írni egy dalt. De nagy. És akkor addig járatom a metronomot, ameddig ki nem jön valami jó téma, és akkor elkezdem fölvenni ugye sávonként. Fú. De érdekes módon, hogy míg régen mindig éjjel, este felé jöttek ugye pár sör után ugye a témák, most megfordult a dolog, inkább napközben igen szoktak jönni. Jó, a dolgok. Miki, egyébként én megtudtam azt, amit szerettem volna, hogyha benned maradt még valami, akkor ezt beszéljük át. Jó. Nem tudom, én fogalmasít sem. Nagyon menő a szobád, tehát tök jó hangulat van itt, gyakorlatilag a természet közepén ülsz, imádom, csiripelnek a madarak, mindenféle relikviák vannak itt, meg kis cuccok. Kis család, fotók így van. Nagyon menő. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt lehettem, meg hogy megengedted. Köszönöm a lehetőséget. Dehogy is, meg hogy megengedted, meg tisztelő. Hogy gitározhattam a brutál 7 húros gitárodon. Gyerekek, hallgassátok meg Mikit, kövessétek be mindenhol, menjetek el az összes koncertjére, hogyha lehet, vagy most már beszéljünk ebbe, vagy nem tudom, persze. Lehet, csak lehet, hogy így csináljuk. Így. Szóval, gyerekek, tehát, hogy menjetek el az összes koncertjére, Mikinek kövessétek be az összes Facebookon, az összes Instagramon, az összes mindenhol, mert brutál gitározás van, és hát drukkoljunk, hogy kész lesz a lemez. Igen, most már tényleg itt adok neki egy fél évet. Most már nagy nyilvánosság előtt is. Adok neki egy fél évet, és ki fogok jönni. Jó, akkor azt mondom, hogy 2022 év végéig, ha nem, akkor vissza kell jönnöm ide, és meg kell magyaráznod. Jó, ez egy jó határidő. Jó, így van. Meg fogom csinálni így, úgyhogy dolgozok rajta. Király. Srácok, ennyi lett volna ez a mai videó. Köszi szépen, hogyha megnéztétek. Mikinek még egyszer köszönöm szépen, hogy itt lehettem. És... van kedvetek, iratkozzatok fel hozzám is, nézzétek az összes többi videót is. Köszi szépen, hogyha támogattok a Patreonon. Folytatom ezt a sorozatot is, és csőzet vibe-ok.